Jó zene, színes fények, forradbor és vidámság várta az advent végét jelentő utolsó gyertya meggyújtását a völcségi advent rendezvényén. Az idei esztendő lehetőségei nem engedték meg, hogy minden hétvégén programokat szervezzenek, de a záróakkordra egy nagy közös összefogással készültek kulturális szervezők, civil szervezetek, és ekkora időzítették az ilyenkor szokásos jótékonysági akciók lezárását is. Azok a jó kezdeményezések és azok az előremutató és előrevívő programok, amelyeket egyébként a város intézményei is külön-külön megvalósítottak, akár a cipős dobozgyűjtő akcióra, vagy éppen a civil oldalt nézzük az Angyalhívó Egyesület tekintetében, ugye tavaly évben is egy nagyon sikeres adventi programot varázsolt. Az idei évben ezeket a sikeres kezdeményezéseket szerettük volna egy városi programon megmutatni, és egy olyan rendezvényt megvalósítani, amely nyilván nem csak a bonyhádiaknak, hanem a bonyhád környékieknek is szól, hiszen az a karitatív jellege mai völcségi adventnek, amely a cipős dobozgyűjtő akció, illetve a zsákba angyal kapcsán is előtérbe került. Ugye a bonyhádiak mellett a völcségben élő nehéz sorsú családokat is támogatja. Mint ahogy az imént már erről szó esett, a rendezvényhez kapcsolódóan zajlott a cipős doboz akció, illetve az Angyalhívó Egyesület jótékonysági programja is, melyre idén jóval több felajánlás érkezett, mint az elmúlt esztendőben. Rendkívül hálásak vagyunk mindazoknak a környékbeli és helyi vállalkozóknak, akik megkerestek minket, és még az utolsó pillanatban is hoztak utalványokat, illetve ugye felajánlott termékeket. A tavalyi évben 150 zsákba angyalt tudtunk összehozni, idén ez a duplája volt, tehát hogy én azt gondolom, hogy nagyon sok felajánlás érkezett, és látszik az embereken, hogy oda jönnek és vásárolnak, és hogy nagyon szívesen adakoznak az emberek. Cipős dobozunk is, ha jól láttam, akkor már elég sok van. Mi most már a holnapi napra tervezzük, hogy elindulunk és kiosztjuk, ugye itt Bonyhád elsősorban és a környékbeli településeken, illetve ha megmaradt, ha marad meg zsákba angyal, akkor nyilván azt is ki fogjuk osztani. A lángot ezúttal is Filóné Ferenci Baja polgármester és Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a térség országgyűlési képviselője gyújtotta meg az összefogás jegyében, mint ahogy ez jellemezte a program egészét, hiszen a város mellett számos civil szervezet és intézmény is részt vett a szervezésben és lebonyolításban. Most már évről évre kedves hagyománya a bonyhádiaknak, hogy itt a megújult kaszinótéren tudunk találkozni, és együtt ünnepelhetjük, vagy várhatjuk a karácsony, csak úgy, mint a keresztény világ kisebb-nagyobb települései mindenütt a világban. Szeretnék köszönetet mondani a szervezőknek, mindenek előtt az önkormányzatnak, az Angyalhívó Egyesületnek, a múzeumnak, illetve a Városi Könyvtárnak, hogy megszervezték számunkra ezt az adventi vásárt, illetve lehetőséget teremtettek arra, hogy ünnepélyes keretek között kötetlen hangulatba forralt bort, illetve teát fogyasztva, kóstolgatva a helyi termékeket együtt tudjunk itt ünnepelni. Újra bizonyította ez a település, hogyha összefogunk, akkor bármire képesek vagyunk együtt, és kevés pénzzel is, még több pénzzel, még inkább nagyon sokat tudtunk fejlődni, mindazért, hogy az itt élő emberek büszkék legyenek erre a településre, büszkék legyenek a városokra. Remélem azt, hogy a következő év is ilyen sikeres lesz, és jövő évben minél többen újra itt tudunk lenni, úgyhogy ehhez kívánok mindenkinek boldog karácsonyt és boldog új esztendőt. Az egyházak képviselőinek áldása mellett gyulladt fel a szeretett lángja a völcségi advent koszorúján. Amikor fellobban majd a negyedik gyertyaláng, éljük meg együtt, hogy szeretni jó, szeretve lenni jó, de a leghatalmasabb, amikor Isten szeretetét fogadjuk be szívünkbe. A bonyhádi énekkarok közös műsora tette ünnepélyessé a negyedik gyertya meggyújtását a Völcségi Advent rendezvényén.